Sziasztok, itt ez a Backstage Live. Ti olyan csöndben vagytok itt mellettem. Igen, megvártuk, hogy a felkonfot végigmond, és talán tudunk csatlakozni. Igazad van. Szóval a lényeg az, hogy biztos látjátok, egy kicsit formabontó a dolog, mert ezen a kanapén ketten szoktunk ülni Teddyvel, most hárman vagyunk, és nincs itt Teddy. Ennek egyebek között az oka, hogy Teddy már megint elutazott, egy bő két hétre, úgyhogy most a következő backstage-eket én csinálom. Ennek örömére hívtam két nagyon komoly vendéget, a Fanatics csapatát hoztam el nektek, remélem, hogy örültök neki. Úgyhogy itt van velem Máté és Roli. Ő a Roli. Igen, a másik a srác, meg ott a BMW srác. És azért gyűltünk most itt össze, hogy egyrészt az Alfa Romeo szeretetéről beszélgessünk, de ezen belül is a tuning Alfa Romeo-król dumáljunk egy kicsit, ami én azt gondolom, hogy eléggé megosztó téma, legalábbis így az elmúlt években azért figyelem a tevékenységeteket így az Alfa csoportban, és ezért kaptok a melegen kívül hideget is elég sokszor. Meg úgy általában maga a tuning téma, meg a nagy felni, meg az ültetés, stb. Meg az ízlések. Meg a fehérre festett gumi, stb. Úgyhogy én azért hívtalak meg titeket többek között, egyrészt, hogy beszéljünk Alfa Cityről, hogy mi lesz majd Alfa Cityben, de a fő téma meg az lenne, hogy miért is jó tuningolni egy Alfa Romeo-t, meg úgy egyáltalán miért jó tuningolni az autót, és hogy itt most az ekézésen az elején essünk túl, azt is tudni kell, hogy például te nem vagy alfás, vagy legalábbis nem alfával jársz. Aki még eddig nem tudta, az most már tudni fogja. Ennyi, bocs, de ezt így be kellett eddig vezetnem. Eddig volt olyan, aki esetleg ebben nem volt tisztában. Vagy nem tudott a névhez képet. Igen, ez is lehetséges. Igen, mondhatni, hogy nincs alfám. Ettől függetlenül nem vagyok elzárkózva, és nem vagyok semmilyen szinten sem alfa ellen, sőt, semmilyen automárka ellen nem vagyok. Nem automárka alapján vállaltam meg a barátaimat. Mindentől kezdve én kifejezetten szeretem, hogy van a csapatomban olyan, vagy a csapatunkban van olyan ember, akinek alfája van. Ugyanúgy elismerem azoknak a szépségét is, és ők meg ugyanúgy elismerik az én autómnak a szépségét, nem szépségét, különlegességét, nem különlegességét. És bár néha rám szólnak, meg oda-oda marnak, hogy BMW-s vagyok, de van olyan ember, akitől ez bőven belefér és bőven poén. Uh-huh. Amikor valaki külsős áll belém adott esetben, akkor vagy én meagyázom neki a dolgokat, vagy nem egyszer előfordult, hogy adott esetben egy másik alfás állt ki mellettem, ami egyből levetíti azt, hogy mennyire jól működik nálunk a csapatszellem, és hogy mennyire össze tudunk tartani, és mennyire, hogy mondjam, teljesen lényegtelen, hogy milyen kocsiba ülök én, és milyen kocsiba ül ő. Ő azt szereti, én ezt szeretem, emiatt nem fogok máshogy nézni rá, ő sem néz rám máshogy. Mondjuk azt hiszem, hogy ez ilyen alapelvárásnak kéne lenni így az autós közösségekben. Kéne lenni, jól mondod. Ez az egymást ekézzük téma, ez nekem sosem tetszett igazán. Persze van egy bizonyos határ, hogy például a te autódban van egy index, azt így szerintem be lehet vetni, de amikor már arról szól, amikor ennél kicsit komolyabb anyázásig mennek el ezek a posztok, az szerintem nem túl felnőtt dolog. De igazából, bocsánat, hogy ezt még így tovább szövöm, ebben pont ez a probléma, hogy a tuning annyira széles rétegeket szólít meg, hogy nem csak a felnőtteket, és ott nyilván ezt sokkal nehezebb behatárolni, nem? Hát egy részről, más részről, meg ugye mondom, tehát nekem legalábbis, meg úgy vettem észre, különböző médiákat nézve, Facebook például, hogy itt tényleg nagyon ízlés kérdése. A másik része meg ugye maga a divat. Mert hát nagyon jól tudjuk, akik mondjuk velünk egykorúak, hogy mivel indult a magyarországi tuning élet, például a Halálos iramban című filmsorozatokkal, és ugye meddig jutottunk el, most már ugye azt számít, hogy minél lentebb legyen az autó, mint a ruházatban is, tehát divat kérdése igazából. Ettől függetlenül azt kell mondanom, hogy tényleg a mi csapatunkban is tulajdonképpen, hogyha úgy nézzük, egy kicsit más az ízlésünk mindannyiunknak. Ez egyébként jó is. Ez ugyanaz, mint hogy a Máté BMW-s, van japán autós, van német autós, van olasz autós. Kicsit másfelé mozgunk, de mégis egy csapat vagyunk, és segítünk egymásnak, meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, ami szükséges, illetve az a legfontosabb része, hogy tulajdonképpen az autózás révén barátságok alakultak ki. És már nem feltétlenül csak azért gyűlünk össze, mert az autókról beszélünk,
hanem egy baráti társaságban egy időtöltés. És ahogy így láttam, az elmúlt években az MTS-en egyre komolyabb jelenlétetek van. Ez minek köszönhető? Hát az alfáknak önmagában. Tehát évről évre nézem, hogy hány Alfa Romeo tűnik fel ugye ezen a AMTS-en, a kiállításon, és hát egyre több, és egyre színvonalasabb. A külföldiek közül is egyébként, de magyar viszonylatban is igen komoly autók kerülnek ki. Itt is meg kell jegyeznünk azt, hogy mindenkinek más az ízlése, és más jellegű autók vannak kint, de az a lényeg, hogy kint vannak, és azon a olasz vonalat erősítik, ami mindenféleképpen pozitív, és reméljük, hogy ez így is marad. Oké. Ami engem nagyon érdekel, és ezt szerintem már picit idézben érintettem az elején a kérdésben, hogy miért jó tuningolni egy Alfa Romeo-t? Ugye erről is egy csomó vita van így az alfások között, hogy az Alfa az úgy szép, ahogy kijött a gyárból, az Alfa az úgy jó, ahogy megálmodta az éppen aktuális tervezője, de nyilván azt magam is tudom, hogy jó egyedivé tenni az autót, meg jó egy kicsit kitűnni a többi közül, de azt gondolom, hogy valamiért az olasz autózásban sokkal nagyobbak, pontosabban sokkal kisebbek a határok, tehát amit úgymond megengedhetsz, ami még belefér, nem? Hát alapvetően egy szép autót sikerült a piacra dobni az Alfának szinte mindig. Ugye ez is egy érdekes kérdés például, hogyha saját magamból indulok ki, ugye ott van a 155, ami egy kocka forma, imádom, tehát nekem a kocka autók jönnek be. Most ezt mondhatnám, hogy a Volvo V70 is tetszik igazából, igen, mert az is egy kocka autó. Ennek ellenére ugye sikerült szertennem egy 156 GTR-ra, azt meg másért szeretem. Ettől függetlenül ugye az első helyen azért a 155 van. Nehéz ezekhez az autókhoz nagyon hozzátenni, főleg hogyha mondjuk külső karosszéria elemeket veszik alapul, hozzáteszem, nem is igazán lehet kapni hozzá dolgokat, mint például a német koncernes autókhoz. Tehát minden 73 féle lámpa van mondjuk Golfhoz vagy BMW-hez, bármelyik típusról legyen szó. Alfához meg kettő. Jó, így van. Tehát, de ez piac kérdése, igazából arányaiban nézve kevésebb Alfa, mondjuk a 156-ból azért bőven akad, de gondolom nem volt ugye az olyan alkatrészgyártóknak ez akkora biznisz, hogy annyi mindent gyártsanak hozzá, illetve lehet, hogy nem is volt annyi igény. Én úgy gondolnám, hogy az Alfa Romeo szinte összes típusához nagyon óvatosan kell nyúlni, illetve például én is ugye a 155-öt úgy építettem meg, hogy visszanyúltam egy bizonyos típushoz. És akkor azon az volt a példa, de finom módosításokkal, meg hát ugyanolyat nem is bármennyire képről lehetett csak maximum dolgozni. Annak ellenére azért egészen felismerhető, hogy mit akartunk. Illetve most már például a sárvédő szélesítést is, ami ugye a zagató TZ modellekből jött, egyre többen felismerik. Ami egyébként nagyon pozitív, mert eddig még mondjuk úgy, hogy a rendőrök, illetve a NKHS sem vette észre, úgyhogy ennek azért örülök. Meg, tehát számomra, mindenkinek más igazából a tuning. Számomra egyébként egy komplett valamit kell ez alatt érteni, legyen az futómű, fék. Ugye, hogy kezdődik egy tuning? Fék, futómű, tehát hogyha műszaki... Attól függ, hogy merre fele nézel Magyarországon, vagy ugye a világban. Mert, hát alapvetően mert... ugye ez lenne szerintem a kiindulási pont, de hát ugye azt kell mondanom, hogy mindenki ugye kicsit az optikára megy rá. Nekem ez egy komplett dolog, legyen motortuning, fék, futómű, felni, és a külső. Tehát nekem is úgy volt először, hogy az autó műszakilag volt megcsinálva, műszakilag volt egyben, és akkor utána következett a külső része, és még a mai napig van rajta mit csinálni, mert például ott van a belső, meg csörög, zörög, szétesik. Szava lesz. Nem igazából azért, mert 73 milliószor volt szétszedve, és hát lehetetlen jól összerakni. Illetve most már ez nem is terv, már a belső dolgokat tekintve, úgyhogy minden esetre visszakanyolodva, nekem ez egy komplett dolog, valakinek egy kicsivel kevesebb, az sem baj, sőt, az is baromi jól tud kinézni, és az is teljes mértékben értékelhető.
Gondolom, akik most követik az adást, azok is tudják, meg akik részt vesznek az Alpha City találkozón, hogy ott is a tuning kiállítás részen számtalanféle autó volt, különböző irányzatúak, és ezért is volt nehéz például nekünk a zsűrizés is, mert így egy kicsit nehezebb. Tehát ott igazából szerintem az összképet néztük, és ez alapján döntöttünk. Igen, erről majd beszélünk részletesebben is, viszont ha már a ti csapatotokról meséltek, akkor úgy képzeljem el a Fanatics-ot, hogyha valaki megkeres titeket, és azt mondja, hogy ő most a 156-os alfáját szeretné gatyába rázni, pontosabban azt szeretné, hogy jobban nézzen ki, mint az átlag, akkor ebben ti szakember gárda ajánlásával tudtok segíteni? Tehát tudtok hozzá futóművest, karosszériást, fényezőst, műanyagost, stb. Stb. Kezdjük az egészet az elejénél szerintem, és úgy tudnám a dolgot elmagyarázni, hogy annó, mikor középsuliba jártunk, és elkezdtük a kocsijainkat csinálni, mert az egész onnan indult el nekünk nagyjából, tehát... Nekem jóval később egyébként. Nekem már egész az legelső autómmal, hogy felkerült rá egy üvegfólia, meg krom dísztárcsa került fel, a gyári krom dísztárcsa került fel a lemezfelnire, meg kellett csinálni kézifékmakulatot, és akkor még nem volt az, hogy bement az ember a hamasitába és megvette, hanem bement a esztergáló műhelyben, és lemérte, hogy mit szeretne, és akkor azt vagy lenyártatta, vagy legyártatta. De mivel tanultuk, ezért meg tudtuk csinálni magunknak. És kismillió olyan apróságot az autóba, ami ebbe segített. És először egymás autójához nyújtunk az osztályon belül. Aztán jött egy srác, hogy neki az évfolyamon belül is kéne valami. Azt szólt a haverjának, és akkor úgy elterjedt az, hogy nagyjából mi tudjuk, hogy hova kell nyúlni, hogyha valaki akar valamit. Akkor még nem volt ilyen, hogy ültető rugószett meg ilyenek. Akkor elmentünk rugókováshoz, és megmondtuk, hogy az az autó magas, és... Vagy elővettük a flexet. Ilyet nem csináltunk. Én speciál rugókováshoz ültem a kocsit, és úgy ültettem le. Aki elflexelt a rugót. Nem, mert láttam a rugót, a kezembe volt. Na, lényeg, hogy ha valakinek igénye van, akkor mi önmagunk nem foglalkozunk tuninggal, leszámítva azokat a dolgokat, ami a munkahelyünkkel együtt jár. Tehát van a csapatban karosszérilakatos, ő csinálja az összes autónkat szinte, és ő ebben foglalkozik, tehát ő ebben tud segíteni. Őt bármikor tudjuk ajánlani bármikor, ha az ember bejut hozzá. Közben én olvasom egyébként az írásokat. Igen, már én is párat megnéztem. Sok ismerősünk van, azt mondják, hogy lassabban beszélj, ami egyébként jogos. Illetve láttam az Anikót is Ausztráliából, hogy nézd minket. Szerintem nem Ausztráliában van éppen. Akkor mindegy. Amcsiba? Aha. Amerikában. Meg szia mindenki. Akkor most már így megszakítottad ezt a monológot, akkor azért... hát fontos kérdés, Gergő Sófalvi, csajokkal mióta csináltok live-ot, mikor gondolod? Kire gondolsz? Nem, kire gondolsz, mint csaj? Én azt hittem, hogy úgy kérdez, hogy inkább úgy hívják meg csajokat, de szerintem rátok gondolt, hogy miért csinálok csajokkal a műsort, de... Így van. Mondja, csak az a baj, hogy nem tud írni szegény. Igen, majd küldünk egy ilyen helyesírási kéziszótárat. Gázolajos se az autótok? Hát most már elmondhatom, hogy nekem se az végre, de nektek se, amennyire tudom. Ne, neki az. És a BMW-s arrébb ült a Jeep-es mellett. Nem azért, nekem dízel. Neked dízel? Nekem az dízel. Basszus, én azt hittem, hogy nem néztem még meg, hogy van milyen BMW-ben. Van terve vévem, nagyon régi tervem az, és nem nagyon régi terv. Tavaly volt egy fellángolás, de abból végül is nem lett semmi sajnos. Ott kaptam egy nagyon jó ajánlatot egy autóra, de pont úgy jött ki a lépésem, hogy nem tudtam rá szert tenni, aztán valaki más fogta meg helyettem sajnos. De terve van, hogy átülök egy ugyanilyen típus, ugyanez a kaszni, tehát ugyanez minden, csak egy jelentősen erősebb benzines motorral. Mert a benzines erősebb. Na jó, nem, ez csak így szólt. Erre most nem akarok belemenni. Lényeg, hogy amit össze akarok hozni, az egy alapvetően is nehezen összelakható szett lesz, és olyanból találni olyat, ami még jó állapotban is van, és ne kelljen nulláról megcsinálni az autót, hát jelen pillanatban nem is nagyon van ilyen most eladó. Mert szerencsére a Touringból nem nagyon gyártottak 25-öt, tehát 23-mal vagy 28, így a 28-ról nem sok jót hallottam, a 23-ból akad, de az meg
általában le van lakva, csak a nyűg, meg plusz még van egy csomó olyan pipa az extra listán, aminek benne kell lennie, és ezek általában nincsenek nekem benne, amiket találtam, így ez most már ad magára. Akkor ez tök ugyanolyan nyűg, mint ami az Alfánál van, amikor keresel valami kimondottan extra is, meg az modellt. A baj, hogy az ember az idővel megszokja azokat a dolgokat, ami van a kocsiban. Uh-huh. Tehát a legelső autó az szervókormány nélküli tekerős ablakos volt, és tök jól el voltam, és nem értettem, minek szervókormány. Uh-huh. Aztán lett egy szervós autóm, és mondtok ezzel, szervó nélküli autó sose lesz. És akkor ebben már benne egy csomó extra, és ezt nem akarom már lejjebb engedni az mint az index? Úgymond. Igen, van benne működő extra index. Na, ez egy nagyon vicces, kicsit még növesztitek a szakállatokat, tiszta ZZ Top lesz. Hát ugye hangszereket nem hoztunk, de, ja. De benne hát, vagyok valami közös zenélés. Bármikor zenélek neked, sőt már énekeltem is neked, szóval nem tudom, igen. Emlékszel-e? Én ezt a vonalat csak nem, a golf, nem vinném, jó, ezt az éneklés köszönjük. Dolgot. Máté lassabban beszél, igen, ezt olvastuk. Elkelt a Bömike Máté, az április elsői oltás, ugye? De Alfát akart venni egyébként. BMW Forever, hát ennyi. Hogyha elvitték volna annyira, akkor vettem volna egy rohangászmos Alfát. Ja. Hát és a legfontosabb kérdés, hogy melyik a jó olaj. Köszönjük szépen az építő. Nagyon jó. Satya, köszönjük szépen. A hát Vénusz. Igen, egyelőre csak oltást kaptunk, úgyhogy várjuk a komolyabb kérdéseket is. Igen, egyébként valami... Mi társaságunk van itt? Amúgy tényleg. Tehát így nézem, hogy az ismerősök nem megjelentek trollkodni. Nem akkor baj. Viszont szolgáltassunk valami alapot ahhoz, hogy még jobban trollkodhassanak. Ugye én akkor kerültem veletek kicsit közelebbi kapcsolatba, amikor tavaly Alpha City-ben, vagy tavaly Alpha City előtt elhatároztuk, hogy gatyába rázzuk a szépségversenyben. Azelőtt is minden Alpha City-ben volt szépségverseny, csak kb. Annyiból állt, hogy a szavazó matricával a legszebb autókat ki tudtuk választani. És Roli keresett meg, hogy neki van egy tök jó ötlete, mi lenne, hogyha leválasztanánk az úgymond átalakított autókat a gyári Alfa Romeo-król, és csinálnánk egy külön kategóriát. És akkor azelőtt mi nagyon sokat beszélgettünk erről, és hát lett egy olyan kiállítás, ami szerintem tök jó visszhangot kapott tavaly. És most még nem feltétlenül akarok teljesen áttérni az Alfa City-s témára, meg hogy mit fogunk idén csinálni, csak azért hoztam ezt föl, hogy arról beszélgessünk egy kicsit, hogy ti hogy látjátok, hogy mikortól számít tuningoltnak egy Alfa Romeo. Ami ez az elején is, ugye már ez volt az első kérdésem, de hogy menjünk ebbe kicsit bele jobban, hogy ha valaki vesz, tényleg maradjunk a 156-osnál, mert szerintem azt mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy néz ki, attól, én is azt gondolom, hogy attól, hogy ráteszel egy nagy felnit, meg esetleg leülteted, az még kevés, és ugye bocs, hogy ilyen sokat beszélek. Nyugodtan, tehát... Arra akarok kiukadni, hogy... Igen, otthon vagyok. Most elvesztettünk 4 embert. Úristen, mert elkezdtem beszélni. Nem, csak vicceltem. Jó, szóval arra akarok kiukadni, hogy azért kaptatok tavaly az ívet rendesen, amikor jelentkeztek a szépségversenyes felhívásukra, és pont azért, mert elküldte a srác a gyönyörű szép autója volt, most nem akarok konkrét példát mondani, gyönyörű szép 156-os, leültetve szép felnivel, és akkor ennyi. És ő azt gondolta, hogy ezáltal már be tud kerülni a szépségversenyre. És akkor ti választottatok, hogy sorry, de nem. Hát igen, az igazság, hogy elég sokan jelentkeztek egyébként, illetve hát igen, valóban történtek ugye elutasítások, és annak nem is, tehát vízhangját hallottuk igazából mi is. Meg hogy miért nem. Ez nem feltétlenül jó dolog. Minket is utasítottak már vissza más találkozón, sőt, igazából írtak már sértőt is, de, vagy hát kicsit sértőnek nevezhetőt is. Ettől függetlenül ezeket a dolgokat ugye el kell fogadni. Mi mindenféleképpen ugye az volt a cél a beválogatásnál is, hogy egy komplettebb, egy teljes összképet kapjunk, és igen, valóban egy felni, egy ültetés, most legyen az levegős vagy tekerhető, az még nem feltétlenül jelentette azt, hogy egy autó bekerülhet. Ha már ugye más jellegű apró finomítások történtek az autón, ugye pontosan Alfa Romeo-val állunk szemben, tehát nem is kell túlzásba vinni az átalakítást, valami belső, hogyha önmagában ugye szép volt az autó, ugye a fényezése például, vagy egy kis
tényleg ilyen átalakításra most nem nagyon tudok igazából példát mondani. Lökárító, vagy bármi más koptatók, stb. Akkor az már pozitív volt ugye a részünkre, illetve mondom, ugyanúgy, mint a zsűrizésnél, a beválogatásnál is fontos volt az összkép. És ez számított, én ezt is szeretném képviselni idén is, illetve azért annak is van már visszhangja, hogy azért készülnek erre az emberek, és szeretnének jönni, építik az autót, ami nagyon fontos, és ez egyébként jó leső nekünk is, illetve ugye a rendezvényt is, a rendezvény színvonalát is emeli, úgyhogy mondjuk még ne térjünk rá, de tudnénk tekintetében. Te, Máté, mit tudnál hozzászólni? Én csak annyit tennék hozzá, ez az állandó harc a tuning és a felnépusztultatás ellen dolgai, ami van az egész tuning társadalomban, hogy az, hogy van egy autó, amit leültetünk, és teszünk rá egy valamilyen szép felnit, az még oké, nagyon-nagyon szép tud lenni, és baromira jól tud kinézni, és valóban kitűnik a tömegből, de hogyha össze akarunk szedni egy, most vegyünk példának okáért, egy Alfa Cityn 30 darab autót, akkor ott lesz 30 darab olyan autó, amiben nem csak felni és ültetés van. És sajnos ebből a mezőnyből az az ember, aki csak ültetés és idézőjelben csak ültetés és felnivel jön, nem fog beleférni, mert lesz másik 29 olyan, vagy 35 olyan, vagy 50 olyan, aki viszont sokkal komplexebb dolgot ad elénk. Tehát nem feltétlen kell rosszul venni azt, hogyha egy autó nincsen beválogatva. Én is mentem rendezvényre, és mondták, hogy köszönöm szépen, nem. És közben meg bekerült olyan autó, amit én sem értettem, aztán utána leesett, hogy igen, mert az a rendezvény arról szólt, hogy legyünk lent, és legyen óriási felni. Nekem nincs óriási felnim, ellenben lenn van az autó, de mégsem voltam oda elég. Igen, meg azért azt gondolom, hogy ez egy eléggé szubjektív terület. Tehát, hogy nem tudod egy Excel táblázatban leírni, hogy csak akkor jöhetsz, hogyha ekkora a nem tudom mi az autón. Persze. Ilyen széles a lökhárító, stb. Tehát, hogy nyilván, hogyha elfogadunk egy zsűrit, akik bezsűrizik az autót, az szubjektív lesz mindenképpen. Főleg amikor nem azt mondjuk, hogy most csak a 156-osokat fogjuk kiállítani, hanem a Alfa Romeókat, és ezzel már... De például ugye a beválogatásnál is ugye kértünk képeket egyrésztről, másrésztről meg rövid leírást, mondjuk ez sem mindenkinek sikerült, de csak összeszedtük a dolgot, mert volt párbeszéd. Tehát ez is fontos, mert vannak olyan dolgok, amit egyszerűen nem lehet ugye képeken észrevenni, és azért fontos ugye a leírás. Egyébként ezt a jövőre nézve is tanácsolom ugye a Alfa Romeo tulajdonosoknak, tuning autósoknak, hogy megfelelő minőségű képeket készítsenek el az autóról, mert ezzel tudják publikálni a dolgokat egyrészt felénk, vagy bármilyen rendezvény felé, illetve nekik ugye emlék. Úgyhogy ez is fontos része a dolognak, illetve a leírás. Sokan ezt teljesen jól vették, le is írták, hogy miről van szó, akkor mi is, mert az igazság, hogy még én sem feltétlenül veszek észre bizonyos átalakításokat, ami előfordul, de a leírás alapján ugye ez sokkal könnyebb. Főleg a Máténak, akinek még nehezebb egy kicsit a dolog, de... Ezért voltam tök jó, mint zsűri, mert én abszolút olyan szemmel néztem, hogy teljesen függetlenül attól, hogy az alapautó milyen volt, én körbe mentem, mert én tudtam csak azt nézni, hogy az adott autón mondjuk milyen minőségű a fényezés, vagy az adott autón hogy lett megválasztva a felni szélesség átmérője az adott kerék átívhez. Tehát függetlenül attól, hogy az autót magát ismertem volna-e. Tehát így teljesen más szemmel tudtam nézni, úgymond alfás berkekben kicsikét laikusként. Aha. Tehát szerintem ez ilyen szempontból még jobban kijött az összkép szerintem. Igen. Igen, mert te nem vagy benne a mindennapokban, és nem látsz minden nap 16 ezer alforról. Pontosan. Mint az alfások általában. És tényleg az, hogy külsőként nézel rá, az tud egy plusz képet adni. És a laikus szó meg pont nem jó ide szerintem, mert Alfához viszonyítva laikusként. Igen, de magához a tuningokhoz képest meg egyáltalán nem. Tehát... Köszönöm szépen, ez jól esik, de igen. Meg hát a Máté olyan, hogyha lát valamit egy autón, akkor utána megy, hogy de akkor ezt hogy, meg miért, aha, meg honnan.
És ugye ez is a cél egyébként az idei találkozóval kapcsolatban, hogy a tulajdonosokkal szeretnénk beszélni. Ez tavaly is terv volt, csak mindenki össze-vissza volt, meg másnapos volt, meg ki tudja, és egy kicsit nehezebb volt, viszont most szeretnénk azt, hogy ott legyenek az autónál, elmeséljék, hogy kívülbelül meg tudjuk nézni, elmeséljék a történetét, miket alakítottak át rajta, ezáltal ugye mi is megismerjük őket, ők is minket, illetve objektívebben tudunk dönteni. És egyébként mondtad, hogy már most is vannak érdeklődők. Azok érdeklődnek, akik tavaly részt vettek, vagy vannak újak? Na, inkább azt vettem észre, ugye Facebookon, alfás csoportokban, hogy vannak olyan tavaly is kiállító alfa tulajdonosok, akik ugye szeretnének jönni, és ugye próbálnak változtatást eszközölni ugye az autón, hogy most megint valami kicsi újat, tehát ezt vettük észre, amikor ugye tavaly is ki lett hirdetve, hogy akkor lesz ilyen, hogy elkezdtek készülődni az emberek, és akkor ezt megcsináljuk, azt megcsináljuk, és a jelentkezések, úgyhogy ez tök pozitív volt igazából a rendezvényre nézve is. Igazából nem is számítottunk rá, hogy ilyen aktívak lesznek a tulajdonosok, lassan már tulajdonképpen idén már lehetséges, hogy az a terület, ami ugye tavaly ki volt szabva, az kevés lesz. Remélem. Vagy kevés lesz, és akkor átteszük máshova, hogy nagyobb helyünk legyen, vagy pedig megtartjuk azt a hozzáállást, ami tavaly is volt, hogy ennyi helyünk van, és ide válogatunk be ennyi autót. Egy kis versenyzés. Hát. Ugye nekünk, mint Fanatics Tuning, eleve az a célunk, hogy hát igen, sajnos ugye azért, hogyha környezetünkben szétnézünk, azért vannak olyan autók, amik mondjuk úgy, hogy a mi ízlésünknek nem megfelelő, de... Jó, ezért mondtam, hogy szubjektív, tehát hogy szerintem ezzel nincsen baj. Hát igen, csak amikor én legalábbis úgy gondolom, hogy a többség azt mondja valamire, hogy az nem jó, vagy nem ízléses, ettől függetlenül a tulajdonosának tetszhet a dolog, de hogyha a többség azt mondja, hogy nem, akkor az inkább nem, szerintem. Vannak bizonyos határok, szerintem, ebben a dologban is. Beválogatott autók azért megállják bőven a helyüket, illetve remélem, hogy lesznek idén esetleg új építések is, úgyhogy mi is kíváncsian várjuk egyébként ezt a dolgot. Visszakanyarodva meg ugye a Fanatics csapata azt szeretné elérni, hogy Magyarországon mindenféleképpen fejlődjön ez a kultúra, ez a tuning kultúra. Egyrészt ugye az emberek hozzáállása, az autótulajdonosok hozzáállása, az autós közösséghez, egymáshoz, márka függetlenül is adott esetben, illetve hogy minőségébb autók készüljenek, meg biztonságos autók is. Van egy nagyon, nagyon komoly kérdésünk, ami végre megérkezett, átmentünk egy kicsit a komoly témák fele, és ezt Sofalvi Norbi kérdezi, hogy szerintünk a diesel tuning miért lett ennyire ellenséges műfaj? Mondhatom én. Mondhatod, persze. Ó, de jó lesz. Vagy akkor már hozzáteszem a saját kérdésemet, hogy összhangban van ez egy kicsit a diesel botránnyal egyébként? Ami szerintem ugye... semmi az égvilágon. Nem, mert az előtte is volt, de egyébként így röviden csak ugye Norbinak válaszolva, hogy nekem például azért van összkerekes autóm, ki tudjak állni a homokba. Ez minden backstage-ben előkerül mostanában, ahogy látom. Ennyi, tehát Norbi is telev, jó van. Visszatérve a dízel és a tuningra, baromi egyszerű, szerintem ott van a dízel tuningnak elrontva a megítélése az utakon. Hogy füstöl. Füst. Hogy igen. Aha. Tehát a legtöbb dízeles, ami húzva van, az füstöl. És azt hiszik nagyon sokan, tisztelt a kivételnek, hogy attól lesz jó egy dízel, hogyha mögötte 400 méteren keresztül korom sötét van. Én dízeles vagyok, és rühellem azt, hogy most éppen nincsen, szerintem nagyon pepesző beállítva az adagolom, és momentán, hogyha erősebb gáz adok, akkor kicsikét odapamacsol. De meg kell nézni komolyabb dízel autókat, nem kell olyan messzire menni, Magyarországon van dízel drift autó, és meg lehet nézni, hogy amíg erőlködik, addig egy kicsikét ott füstölget, és megjön az minden helyreáll, és nincs az a teljes csövön kijövő okádék fekete füst, hanem füstöl a kerék és plusz, mert az be van állítva. Na most itt van a probléma, hogy a legtöbb utcai épített dízelautó, az fel van tekerve, amennyire tudják a megfelelő helyeken a motort, aztán megy és füstöl.
Lehet, hogy baromi jók konkrétan egy divatot húztak föl. Igen, mire gondolsz? A smoken. Hogy nem mondjam. Meg igen. A találkozóknak, meg mit tudom én. Hát igen, ez egy érdekes dolog. Jó, nekik el kell fogadnunk, hogy nekik azt tetszik, nem? Tehát, hogy... Hát mások meg azt mondják, ugye, hogy az a kocsi, ami füstöl, az szar, de... Igen, dízel traktorban való, meg ilyenek, jó, és erre... És tombár, nekem is van dízel autóm egyébként, mondjuk nem is füstöl, de... Oké, de nem is megy. jó, és akkor erre fel lehetne hozni, hogy akkor itt vannak a hondások, akik meg a fordulatszámban... Igen, egyébként ez is, meg ugye a kipufogó hang is, tehát, tehát hallod másik megyéből, hogy jön egy hondás, tehát... Igazából ez is egy dolog. Ettől függetlenül én például, biztos van, aki tud, de én nem tudok azonosulni ezzel a füst dologgal, illetve ugye azzal sem, hogy egy sportos autó, a sportos autó az nem azt jelenti, hogy 500 lóerő, hanem jó futómű, jó fék, az nekem megöli a hangulatot, hogyha az annak dízel hangja van. Tehát ennyi igazából. Ettől függetlenül semmi bajom nincs a dízel autókkal, sőt, tulajdonképpen most a szaladgálós autó dízel, de ez a városi szaladgálásra nem jó, ettől függetlenül, így van, ettől függetlenül semmi bajom nincsen vele, sőt, teljesen meg vagyok vele elégedve. Úgyhogy... megteszi a dolgát. Ha a jövőben úgy lenne családi autó, akkor valószínű dízelben gondolkodnék. Úgyhogy, jó, ez már igen, egy kicsit más téma is, meg másról is szól. Maga a tuning része, meg ugye abban kimerült, hogy igazából nekem egy sportos autó, sajnos benzines. Uh-huh. Ennyi. Nekem is hiányzik. Hát meg van. Mondjuk gondold el a GTL-et egy ilyen kerregő dízelmotorral, tehát hogy... Na igen, de hogyha például azt nézed, jó, amit ugye akarsz venni a GT 3.2 V6, ugye, abban van dízel, benzines. Na most az igazság, hogy tehát ott is ott, egyébként nincsen bajom vele, tehát dízelként is teljesen jó volt, nem? Tehát... Nagyon sokáig volt dízel GT-m, és nekem legjobban mindig az volt a bajom, hogy ülök egy csodaszép autóban, tényleg én azt gondolom, hogy jó, az enyém nem volt tuningolva, de azért szerintem jól nézett ki, meg egyedi volt a színe miatt, pontosabban a fényezése miatt, és akkor egy szép nyári éjszakán lehúzott ablakokkal megállok a szűk utcába, és hallom a visszhangot, a kerepelést, az engem zavart. De amikor hogy... kocsik mész el mondjuk például egy kis utcába, az én is, tehát az... fel tudnám akasztani magam, nem, nem. Tehát, hogy az autónak a szépségéhez nem tudtam már az egy idő után hozzátársítani ezt a hangot, és nyilván amikor szerpentinen autózol, kettesbe, hármasba, akkor már szép a hangja, meg tök jól fogyaszt, meg minden. Igen, de autózás szempontjából meg teljesen jó, mert mondjuk, hogyha mondjuk a 3.2-höz hasonlítom, mert ugye a dízel alulról is nyomatékos. A 3.2 ugyanez, tehát tulajdonképpen autózás szempontjából, ha levonjuk ugye a füstöt, mondjuk jó tért, nem, de meg a hangját, teljesen jó. De ez már az ízlések és a pofonok. Az az igazság, amikor nekem lett ugye a 3.2 is, ugye minden, tehát a csapatba is ment, mert a V6 az igazi, mert a V6 igazi, és akkor én még mindig odasítottam, mert a 4 henge, a turbó benzin az az igazi, és akkor ment ez a dolog. Bevallom őszintén, amikor vásároltam a GTA-t, akkor ugye beültem, elmentünk egy körre, és így meghallottam a hangját, és akkor ez kell igazából. De egyébként tényleg. És akkor értettem meg igazából, hogy miért jó a V6. És az az érdekes, hogy ezzel nem vagyok egyedül, mert mindenki ugyanezt mondja a V6-ra. Hello. Például erre azt tudom mondani, hogy a Leo ugye beült egy ilyen fotózás során velment a V6-tal, és akkor úgy szállt ki, hogy így mosog, és hogy de jó, meg hogy feszes, meg hogy milyen jó hangja van. Tehát, jó, oké, feszes meg feszes, de az nem azért, mert gyárilag feszes, tehát azért abban van némi munka. Ne, akkor még gyári futóművel volt, tehát azért a GTA-nak a gyári futóművel is bőven elég mindenre is. Úgyhogy igazából a hangon kívül így, nem, igen, tehát például a Brera GT, tehát így egy kicsit hangulatromboló lehet. Ízzel. De van, akinek meg nem, tehát igazából ezt is szerintem el kell fogadnunk, hogy... Jó, mert ugye más, tehát most nézzük azt, hogy a GT-ben oké, van a Buxo V6, mint szempont, ugye választás terén, amit simán bevállal, tehát tökéletes, tehát GT-ben most tökéletes, tehát az egy nagyon jó motor, viszont ugye a Brera-ban már... Igen. Nem biztos, hogy vennék V6-ot, illetve az már nem is olyan szerintem, sem a hangja... Nemrég ültem egy V6-os Brerába, és tetszett a hangja. Nyilván nem egy buszó motor, de azért, na,
Igen, meg hát azért a kipufogón is sok múlik egyébként a hang tekintetében. Most pont Lourdinál, te nem voltál kint, de volt egy srác, negyedik kerületi, most vett meg egy GTA-t. Ugye, mondjuk egy, nem, Remus dob van rajta, de hát ég és föld az én, nem, piros, ugyanolyan, mint ja, az enyém szinte. Szép állapotban van az is, megnéztük, hogy nekem ez rossz, neki az rossz, és úgyhogy ki is akartam lopni a emelési pont takaró műanyagot a kocsiából, mert neki megvan, de nem fogom megtenni. És neki mondjuk teljesen más igazából az autójának a hangja. Tessék, világéletemben dízeleztem, de ha füstöl, ég a pofám. Még az is kiidegelt, amikor a szutykot sikerült tankolni, és láttam a tükörben a mögöttem jövő lámpafényénél a pamacsot. Igen, van akit zavar, van akit nem. Bizony, ez az Dávid, amit én is rülelek. A füstöt nem kell tükörben nézni, és akkor nincsen gond. Még miatt mi nagyon tovább megyünk, még egyetlen egy dologra, hogy reagáljak. Itt volt egy kérdés nagyon jó barátomtól. Mindjárt megtalálom. Á, itt van, Molnár Attila. Moa. Hogy lehetne egy zsűritag, szerintem simán bejöhet velünk. Ja, persze, zsűrizni. Majd meglátjuk. Tehát ő ilyen szempontból abszolút szerintem. Karosszéri munka, lakatolás, ilyesmi. Igen. De ő alfás? Nem. Ő a, hát, Skoda koncert. Koncert erősítő. De alfa felnél van. Van. Igen. Na ez a másik téma. Jó, ez jó is, hogy mondod, basszus, mert ez is egy ilyen visszatérő dolog az alfás csoportokban, hogy valaki fölrak egy golfot, vagy egy pólót, vagy egy pólót GTA felnivel, talán még Giulietta felnivel is láttam ilyet, hogy ez mennyire fél bele tuningos berkekben, amikor egy másik koncernek a termékeit lehet. Szerintem nem az, hogy belefért, hanem annó erre rá is álltak szerintem emberek. Szerintem legalábbis az égvilágon ezzel semmi gond nincs. Sőt, igazából, hogyha most nekem megtetszik egy felni, tök mindegy, hogy azt kigyártotta. Uh-huh. Igen, de azért vannak ezek a nagy kultikus felnék, mint mondjuk a 911-es Porsche-nek a felné, amit ugye rá szoktak tenni mondjuk bogárhátúra, de mondjuk az legalább koncernen belül van. Igen, szerintem viszont itt a koncern nem annyira számít. Ott már speciál nekem ezekkel az a problémám, és ez most nagyon sokat vannak utálni, hogy x-edik Golf, x-edik Porsche felnivel. Uh-huh. Volt egy ilyen... Értem ezt, hogy ez biztosan tök rész. Jó, meg a másiknak jól néz ki, csak... Nem csak lehet, csak el, igen. Mint a Ramses felnés volt, ugye? Aha. Tehát igen, az is mindenkinek... De az is lejárt. Oké, rendben, lejárt, tök jó. Én speciál, nekem nagyon-nagyon sok olyan felni van az alfától, ami nagyon tetszik. Ha igen, ebben az olaszok ügyesek. Ha nem kéne nagyon osztókör módosítozni az autómat, biztosan tennék is fel alfa felnit, mert tényleg ott vannak azok a formák, aki ismeri a kocsmát, tudja, hogy most is ilyen sok nagy lukú, viszonylag egybe felnin van. Ha hasonlót találok az alfába is, és tök, nagyon bejönnek. Aha. Csak mivel van sok minden, amit el kéne alakítani, így meg nagyon sokat kéne belenyúlni, nem fogok most ebbe belemenni. De alapvetően én részemről sima ügy. Nekem tetszik, hogyha egy adott autón más gyártónak a felnie van. És itt megint az összkép. Például, oké, mondjuk ez is vehetjük úgy, hogy koncernen belüli dolog volt az AMTS-en egy 59-es Ferrari felnikkel. Uh-huh. Ami én csak sajnos nem jutottam ki, de a képeket láttam, és így leesett az állam. Erősítsetek meg, hogy élőben is jól nézett ki, meg illik hozzá, de nekem az átjött. De mondjuk most ez pont nem az, hogy egy Volkswagen felni van az alfán, de azért mégiscsak nagyon más dolog. Egy szupersport autó felniről beszélünk, amit rátesznek úgymond egy, lássuk be, egy tömegtermékre. Uh-huh. De az összkép nekem zseniális volt. Abszolút. És élőben is az volt? Teljesen vállalható volt. Nekem bejött a dolog. Ahogy láttam, volt foglalkozva, hogy az úgy is jöjjön ki, hogy annak ki kell jönnie. Aha. Tehát abban nem kicsi meló volt. Kemény és bátor bevállalás egy ilyen. Hát meg gondolom lóvé, rendesen, nem? Eladó. Meg hát ugye azt, tehát pont a Leóval beszéltünk Airride, stb. Hogy azért azt kiszámolni, ugye a mai divatnak megfelelően, hogy az a sárvédő a peremre üljön, ahhoz azért kell némi számítás, agyalás, tervezés, milyen kerék, milyen nyomtáv, stb. Abban azért van meló. Tehát ezt mi is értékeljük. De én még mindig azt mondom, hogy ettől függetlenül nekem egy tuning komplettebb bizonyos szempontból legyen. Fék, futó, mi ugye motor, belső igazából. De én úgy érzem, hogy egyébként
az emberek elindulnak, és akkor útközben ugye csinálják a dolgokat. Ettől függetlenül nekem ugye az is fontos volt, hogy milyen motor van az autóban, tehát az érdekes dolog volt a Q4-nél. Most már lehet, hogy azt mondom, nem kezdenék vele újra, mert egy gyári Q4 az tök jó lenne. Igazából azért volt, mert az eleve keskeny kaszn is volt, széles lett, már 1000 millió átalakítás lett, és már igazából mindegy volt. A GTA-val sokkal finomabban, igazából azon van egy kerék meg egy futómű. Tehát, és ezt nem is kéne talán nagyon tovább vinni. Néha így az ember elgondolkodik, hogy hát azért lehetne ezt azt csinálni, de nem. Szerintem ezt így nem kéne. És egyébként például a GTA-n te el tudsz képzelni valami egészen márka idegen felnit? Mondjuk valami nagy japán akármit? Hát most igazából, most nem tudom mennyire márka idegen, de a Hozé felni van hát rajta, ugye, ami verseny felni igazából, ugye súlyát tekintve. Ettől függ, szerintem nagyon jól áll az autónak, mostanában el is szaporodtak egyébként ezek a Hozé felnit igazából, de nagyon jó, úgyhogy egyrészt nagyon erős, illetve könnyű felni, úgyhogy azért került egyébként az Alfára. Ettől függetlenül, igen, hozzáteszem, ugye ugyanúgy nehéz megoldani, hogy Alfa kerék kerüljön a BMW-re, mint például a BMW az Alfára, tehát ezért nehéz. Például a 155-re nagyon nehéz felni találni. Akarok valami sokkal komolyabbat, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat kell ahhoz matekolni, hogy jó legyen. Sőt, hát van köztünk, a nézők közt is lehetséges olyan, aki épített felnit konkrétan. Úgyhogy az le a kalappal, az nagyon durva volt. Ott tettem az államot. Igen. Az melyik felni volt? A Velmer Zoltán. Igen. A 47-es? Három részes, a Telediál. Nem Telediál. Igen. De Telediál. Tudom melyik az. Majd a YouTube-on berakjuk a képet róla. Igen, mindenféleképpen azt én néztem azt a felnit annó azon az Alpha City-n, az tavaly előtt volt. Néztem napközben, és így nem tudtam hova tenni. Mint ahogy azt mondtam, laikus voltam, meg vagyok. És valamikor hajnalban mesélte el, akkor ismertem meg az Olit konkrétan. Igen. És így hajnalban mesélte el, hogy egyébként mit látok, és így konkrétan letettem a hajamat, tehát így. Hát ez laikusként is látom. És még igen, azt is tudjuk, hogy azért még épülgetnek itt felnik, meg láttunk GTA felnit Puntón, meg vannak dolgok igazából. Meg ahogy látom. Jöhetnek az osztások. Roli, mióta ismerlek, nem beszéltél ennyit. Ezt kiírta. Csaba az orszt. Igen. Csaba. Rolit józanul furcsa hallgatni, Bánya is annyitól. Igen, mondjuk a Wellner Zoli írja meg, hogy a GTR-ra jó lenne egy turbo. Igazából kompresszorra gondoltam. Mondjuk figyeljetek, mondjuk én a Sanyinak azt válaszolnám, hogy én párszor találkoztam vele, mindig csak autós találkozókon, de akkor mindig egy kicsit alkoholos befolyácsoltság alatt volt. Satya? Nem, ő nem. Nem a Satya, a Bánya is. A Satya is, ne is beszéljünk. Ő mondja azt, hogy Rolit józanul furcsa hallgatni, nem mint hogy ő bármikor emlékezett. Tavaly emlékezett volna, az bárkivel is beszélt, de reméljük idén is így lesz. Moha jön. Többen is írjátok, hogy Moha legyen beválasztva, Mohát felvettük zsűri tagnak szerintem. Ezennel ezt így papírozhatom. Lesz még pár egyébként, úgyhogy a zsűrizés tekintetében is kicsit szigorúbbak szeretnénk lenni. Ami még szerintem az embereknél megosztó, az otthon építettem és céggel építettem témák. Ez egy nagyon jó. Erről mit gondoltam? Erről ennek volt visszhangja, most így eszembe is jutott. Tehát ez az, amikor valaki otthon faragja az autót? Nem, volt félreértés amikor ezzel a dologgal, hogy ugye épített autót keresünk. És akkor ott volt olyan illető, aki úgy gondolta, hogy akkor saját két kezével, és akkor az számít építésnek. Ja, nem az számít építésnek, építésnek az számít, hogy megcsinálja valaki, azt mondja, hogy most csináltatja a saját képzelései szerint, vagy a saját két kezével építi, az ebben a ebből, tehát a mi szempontunkból nem számított igazából. Mondjuk ezt azért nehéz is ellenőrizni, nem? De nem is az, tehát itt mondom, szintén az összkép számított, és itt nem tettünk mi különbséget. Én részemről óriási különbséget teszek a között, hogy valaki vesz egy autót, egy régi autót, és saját divatja, vagy a saját elképzelése, a saját akarata alapján adott esetben ő otthon, vagy valakivel megcsináltatja, vagy bemegy a boltba, megveszi az új autót, fellapozza a katalógust, vagy elküldi valamelyik tuning cégnek, így az egész autót így egyben,
És talán visszakapja tuningolva, mert neki nincsen benne semmi az égvilágon. Így én is különbséget teszek. Jó, ezt nem, nem, nem erre ellenőrizni, tehát amikor jön egy ilyen autóval valaki, és azt mondja, hogy csinálta, honnan fogod tudni, hogy, hogy nem? Ezt dokumentálni kell. Egyébként milyen ilyen, minden ilyen dolgot, főleg, hogyha valami kiállításról van szó, vagy versenyről, ezeket mind dokumentálni kell. Aha. Hogy igen, ezt én csináltam. A visszatérve erre a dologra, igen, tehát ebben én is különbséget teszek. Jó. Ugye rengeteg tuning cég van, aki mindenfajta kiegészítőket árul a kocsihoz, és akkor azzal a tulajdonos a felruházza, az természetesen nem olyan, de itt nem is erre gondoltam, hanem megint csak az én példámból tudok mondani. Én ugye megnéztem, hogy milyen autót szeretnék nagyjából, és bizonyos dolgokat megcsináltattam hozzá. Egyrésztről nem tudtam lökhárítót csinálni, de az az én elképzelésem volt, nincs is belőle, meg hogy mennyivel legyen szélesebb a sárvédő. Természetesen ott egy Alfa Romeo által gyártott autóról volt szó, de kb. Így lehetetlen olyat szerezni, vagy találni. A mintát az adta, de ettől függetlenül ahhoz a dolgokat meg kellett csinálni. Én is sokat dolgoztam rajta, fényezés után én szed, vagy előtt én szedtem szét, én raktam össze. Ezt így, ez egy dolog, de ugye amihez nem értek, ahhoz nem kifejezetten persze, nyúlok. Ettől függetlenül az én elképzeléseim szerint történtek a dolgok. Egyértelmű. Nagy részt. Itt az a része, hogy nálam mondjuk a hifi, az saját kezemmel ment be. Tehát minden apró kis csatlakozó, minden apró beépítés, azt én másztam be a kocsi alá és csináltam. Viszont eljutottam egy olyan szintre, amikor totálisan szarul ment a belsője a kocsinak, és kellett egy új belső. És nem kezdek el otthon neki elleni varrogatni én sem, mert erre vannak emberek, persze, reklámhelye Barakárpit, aki megcsinálja ezt a munkát, és úgy, hogy utána azt fel is vállalom, hogy az én autómban van benne. Tehát itt nem arról van szó, hogy jó, de valaki segítséget kért, és speciál pont nem így történt, mert meglepetés lett a végeredmény az autóban, mert nem lett publikálva, hogy milyen lesz az autó, aztán ők megtudták, és végül az én dizájnomat eltették, és teljesen más csináltak meg. Az egész úgy volt, hogy nem is mondták el, hogy milyen lesz az autó, aztán sok-sok unszolás után a banditánatól megkérdeztem, hogy a tiekbe betennéd-e, mondta, hogy igen, mondom, akkor csináljad. És akkor megkaptam a kész verziót, de igen, tehát elmentem olyan helyre, ahol értenek hozzá. A másik dolog, amivel meg nem szabad játszani, az a fake futómű. Tehát lehet otthon játszani flex, mint az előbb mondtál, meg mindenféle dolgokkal, de nem éri meg. Tehát a futóművet, meg a féket, azt mindig olyan emberre kell bízni, aki látott már színes fényképpen olyat, aki hallott róla. Tehát nekem is van szerelőm, ha valami nem úgy koppan, nem úgy hallok valamit, akkor megyek hozzá, felemeljük, ha éppen fel tudjuk pakolni valahogy a lápos emelőre. Majd a szerelője mondja, hogy az csak a motor. Magos is fel a zenét. Ja. Igen. És akkor mondom, hogy nem magasítunk, és akkor elmegyünk addig, amíg rájövünk, hogy mi a gond. Kicseréljük, amit kell, mert lehet menni gyorsan, de meg is kell tudni állni. Tök jól osztják egymást. Igen, közben van egy konkrét, konkrét kérdésünk Szilvesztertől, Csáho Szilveszter. Felfelé nyíló gázdugós ajtós tuningról mi a véleményünk, vagy véleményetek, például GT-n, vagy túlzás-e? Hát a GT-nek szerintem nem áll rossz. Kiragadtál egy részt például, de szerintem itt többre gondolt a kérdező, Szilveszter, mert itt nem csak a felfelé nyíló ajtó, hanem az a stílus igazából. Aha. Annak is volt egy divatja, kb. Ezt tudom mondani. Nekem nem kéne olyan. Tehát megvannak azok a kultikus autók, amiken így van, és az maradjon is úgy, szerintem. Mondjuk például volt egy, a GT-nek a hős korszakában, most már lehet így mondani, még a, nem is tudom, 2009-2008, amikor az Ender kihozott egy ilyen komplett tuningot felfelé nyíló ajtókkal, az úgy jól nézett ki az összkép, csak mondjuk például, na ott jön be az, hogy egy dízelautóm, egy dízel GT-n, azt már végképp nem tudnám elképzelni, de még a V6-osa is túlzásnak érezném. Az tényleg a nem olyan a GT-nek, aki a szuperautókra. Szupersportautók. Igen. Most szintén, mint laikus szólok bele, az a komplet set, ami volt a kocsihoz, az totálisan felfelnyíló ajtó volt. Igen. Vagy oldalra felfelé, vagy pedig ez vagy, a is, utolagos vagy... megoldás, amikor kinyitod egy 30 centire, tehát simán ki tudsz szállni. Nem, az oldalas volt szerintem. És úgy nyílik fel, mert azt a részét én nem értem. Mert amikor meg van csinálva egy autó adott esetben úgy... Találkozom, ki lehet nyitva úgy az ajtó, milyen vagány. Oké, rendben, tényleg, ja nem. De
Igen, volt egy ideje. De hogy ez olyan, hogy először így kijön? Persze, ki kell, nem, ki kell így kicsit nyitni, és utána tudod felhajtani. Aha. De a kinyitás az bőven van 30 centit, hogy aha, ki tudsz szállni, be tudsz szállni. Tehát tulajdonképpen az jó, egész... Jó, ebben nem a logikus, a használati értéke számít, hanem soha nem de pontosan. De alapvetően tök jó használható értéke lenne ennek az egész felfelnyíló ajtóval. De egy mélygarázsban főleg. Igen. Nem ugyanúgy. Levertem a lámpát. De nem, de egy parkolóhelyen nem nyitod rá a másikra az ajtót, még akkor, hogyha nem figyelsz. Hát, de tök mindegy, de tiédre rányítják. Nyithatják nyugodtan. A hiper meg a szuper autóknál, én szerintem ez jó egyébként, meg... El is tűntek ezek, nem? Tehát... Szerintem azért meg azért nem olcsó. Nem is volt olcsó a SZED 2, meg azért tűntek el szerintem idővel, mert azokat az ajtókat, ami nem erre van kitalálva, azt azok a gázok nem tudták megfogni, azok a patronok, bocsánat, a gázrugók nem tudták megfogni. És már nem csak oldott, nem nyitott, fene az egészbe visszacsinálom. Meg amit mi tapasztaltunk, mert volt ilyen autónk nekünk is, amit építettünk, ami így nyílt, hogy gyönyörű szépen a küszöböt össze-vissza kalistolt egy idő után, mert akárhogy állítottad, de mindig lógott az ajtó. Velne Zoli írja, hogy Sanyi most tudta meg, hogy ott volt a tavalyi alfaszikó. Ez jó, szerintem a nap kommentje díjat kioszthatjuk már. Na, volt egy olyan kérdés, és akkor egy picit beszéljünk Alpha Cityről, hogy amerikai sport fiattal jöhet-e a találkozóra. Most egy kicsit ezt konkretizálni kéne, mert nem tudom, hogy mire gondol az illető. Amúgy ezt most én sem. Küldjél képeket. A lényeg az... Hellcat. Ja, hát nem tudom, hogy kéne, nem láttam. Csabi írta. Ja igen, ezt már egyébként tavaly is mondtuk, hogy egy Hellcat jönne. És ugye... Ja, úgy érti az amerikai sportfiatat. Végülis a koncernek a része... Ne várjunk. Most itt annyi, hogy itt a múltkor kiszedett belőle egy műanyag alkatrészt. Fiat. Meg hát a Fiathoz jár alkatrészér is. Ettől függetlenül szerintem sok mindenkit érdekelne. Lehet, hogy vitaindító, de egyébként... Megmutatjuk majd a képet, aztán jöjjenek kommentbe. Igen, egyébként ez egy nagyon jó ötlet. Tehát igazából döntsék kell akár. Erről majd beszéljünk. Viszont ha már Alpha City-ről... Alpha City-be így belementünk, akkor az elején már mondtam, de akkor még kevesen néztetek, három kategória lesz idén, és ugye lesz az általános szépségverseny, amikor Maticával szavazhattok a találkozó legszebb autójára, itt erre nem kell beregisztrálni, eljöttök, viszonylag azért próbálunk majd mindenkinek jó helyet találni, bár ez 1500 autónál elég nehéz, de szerintem azok, akik meg akarják mutatni az autójukat, azok vagy nagyon korán jönnek, vagy már előzőnek megérkeznek, tehát hogy nem lesz gond, meg szerintem aki jön egy ilyen találkozóra, az látni akarja egyben az összes autót, tehát hogy végig fog mindenki sétálni. Még én is szervezőként végig sétáltam, aki meg vendégként jön, én azt gondolom, hogy azért jön, hogy megnézze az összes alfát. Hát megmondom őszintén. Persze nehéz. Én nem tudtam nehéz. Egyébként, mert hát volt jó, bőven hát, dolgunk. Meg... Te dolgoztál. Meg volt másnap is. De egyébként volt dolgunk, és így nagyon nehéz volt egyébként körbejárni, de nagyon sok emberről tudok, akik még többször is végigmentek az autókat. Én olyan rostok, aki folyamatosan felvette videóra az egészet, ahogy körben. Na, szóval, hogy van ez a kategória, ez egy ilyen általános dolog, ezt tényleg azért csináljuk, hogy senki sem maradjon ki a jóból, és ugye azért tavaly is értékes díjat kapott a legszebb megválasztott autó. Aztán van az all-time kategória, ami egy kicsit bonyolultabb, ott ugye régi évtizedes partnerünk az Alfárium, akiknél már jártunk a backstage-el is, ők szervezik, náluk kell bejelentkezni, ott nyilván az a lényeg, hogy oldtime-el legyen az autó, tehát 30 évesnél régebbi, ne legyen szakadt, de szerintem ezt, aki oldtime-ezik, azt gondolom, tudja, hogy így is tudja, hogy miről van szó, és így is fog érkezni, tehát nem fog eljönni egy lepukkant Alfával. Tehát külön fogjuk díjazni a legszebb oldtimer Alfa Romeo-t. És itt még, hogy mielőtt áttérünk a tuning alfákra, arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy nagyon sokszor megkapjuk azt a kérdést, hogy különleges olasz autóval lehet-e érkezni. És ugye ez Alpha City-nek a beharangozójában benne is van, hogyha van különleges egyedi olasz autód, akkor ír nekünk, és azt viszont mi szervezők döntjük el, hogy eljöhetsz-e. Nyilván egy picit átépített Fiat Stilo itt nem fog beférni, és elsősorban a hely miatt. Azt ne felejtsétek el, hogy ez egy piszok nagy Alfa Romeo találkozó, ezt most szerintelenül mondom, 1500 autót kell leparkolnunk. Ha most egy Fiat Stilosnak azt mondjuk, hogy jöhetsz, akkor a másiknak is azt kell mondani, hogy gyere, és emiatt nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és ezért próbálunk úgy szűkíteni, hogy akkor legalább legyen Youngtimer, tényleg legyen valamiért különleges, keveset gyártottak belőle. Szerintem, ha ebben belegondoltok, hogy nekünk szervezőknek milyen nehéz dolgunk van, akkor nem kerestek meg ilyen kérdéssel. Volt olyan is, nemrég kaptam egy levelet, hogy évek óta szeretnék Alfa Romeo-t venni,
Fiat Punton van, eljöhetek a találkozóra. Eljöhetsz, csak a Fiat Puntot azt kint kell hagyni, és utána 200 métert sétálni, és ezt tényleg ne vegyétek sértésnek, mert szeretjük az olasz autókat, csak egyszerűen helyhiány. Tavaly se gondoltunk arra, hogy 1300 alfát kell majd leparkolnunk. És ha még ott megjelenne egyszerre 40-50 más márka, egyrészt nem tudnánk, hogy hova tegyük őket, hol számoljunk velük, másrészt meg ez a találkozó nem erről szól. Ezt de akartam mondani, hogy azért benne van a nevében. Pont ezt igen, de mégis rendszeresen kapunk ilyen leveleket. Nincs ezzel gond, én nagyon sok autót egyébként, mint a Hellket is látnék például, de tényleg, és a tulajdonosa sem sértődik meg igazából azon, hogy igen, ez egy Alfa Romeo találkozó eredetileg is, és akkor tehát és tulajdonképpen ez kéne a találkozóra. Ja, safety car. Persze, és aztán utána még megkapjuk, hogy ugye vannak kiállítva Fiatok. Persze, vannak kiállítva Fiatok, hiszen ugyanaz a forgalmazó, akinek az az üzleti érdeke, hogy esetleg az Alfa Romeo mellé valaki vegyen egy Fiat 500-as, vagy egy típot, tök mindegy. Azt megint más szemmel kell nézni, meg hogyha láttok offos márkákat, mondjuk Volvo-t, vagy akár BMW-t, tök mindegy, az valamelyik szervezőnek az autója, amit nem akarunk, meg nem is tudunk nagyon elérni. És jelzem, felhagytam a szállásom. Igen, ráadásul te nem is kérkedtél vele, így van, tehát hogy szerintem ezt, aki egy picit belegondol, megérti. Tehát a Máté ezt a dolgot ugye tiszteletben is tartotta, meg nem is volt képes vezetni, tehát... Egyébként, ha most valaki olyan néz minket, aki nem alfás, meg nem amórés, és azt látja, hogy folyamatosan az ivásról beszélgetünk, az úgy elég vicces. Na, nézzük meg, hogy Kuruc Kata. Mi vagyunk az egyetlenek, akik tuti látják az összes alfát. Igen, Kata a belétetést intézi. Szia, Katica, hello, tök jó, hogy csatlakoztál. Így van, úgyhogy egyébként az is egy szűk keresztmetszet, ott is előfordult már, hogy valakit visszafordítottak, és megkérték, hogy bocs, de nem. Hát, ha nem olyan autóval megy, akkor egyértelmű, hogy nem, tehát... Igen, de ezt csak azért mondtam el, hogy... Az embereknek magunknak kéne tudni. Pontosan. Valamikor ez nem jön össze, tehát ez előfordul, minden ember más. Van vendégparkolónk, le tudtok parkolni, és egyébként, ha valakinek az a 200-300 méteres gyaloglás fáj, én azt gondolom, hogy a sorban álló alfákba simán be lehet kérdezkedni. Tehát a legtöbb ember tök barátságos, kérdezzétek meg, hogy levisztek-e minket. Igen, nincs egyébként meg dicséretes szerintem a szervezés. Ja, mondjuk jó, oké, rendben, mi kicsit hamarabb érkezünk ugye a területre, de szerintem egyébként a beléptetés az igen frankó. Bár ugye most idén volt igazából panasz, hogy az úton voltak, de az igazából szerintem az ánkai biztonsági öröken volt, mert amikor én jöttem ki, akkor ott csúnya veszekedés volt igazából. Hát igen, a 71-es utat azt rendesen bedugóztattuk, arra gondolsz? Igen, de tavaly előtt nem, vagy tavaly nem volt ezzel gond. De, volt. Volt ott sorbanállás. Egyébként, ha már ezt szóba hoztad, ez is egy ilyen kis kulisszatitok. Idén máshogy fogjuk csinálni. Ne lepődjetek meg, hogyha az egész zánkai tábort körbe kell majd autóznatok, amikor megérkeztek. Ugyanis pont ezt akarjuk elkerülni, hogy a 71-es útra ne lógjon ki a forgalom, és emiatt mondjuk ne okozzunk valami komolyabb tragédiát, mert nem tud elmenni a mentőautó keresztbe, vagy ilyesmi. Úgyhogy ha majd bejöttök, akkor nem egyből balra kell menni, amikor a csúcsidőben érkeztek, hanem föl kell menni egészen a szállások fele észak irányba, és akkor majd ott fogunk titeket levezetni. De nekem sokkal jobb ötletem van egyébként, mindenki érkezzen pénteken, foglaljon most szállást. Aki tud, az jöjjön meg pénteken, mert egyrészt lesz saját magának is... Jót csinál, meg nekünk is egy kicsit könnyít a szervezésen. Meg pénteken is jó a buli, így van, ezt is már elkezdtük szervezni. Viszont akkor a harmadik kategória, az pedig a tuning, a Alfa Romeo verseny. Verseny? Verseny, mert ugye volt díj. Hát versenynek is mondanám, nem kimondottan szerintem az lenne a cél, hogy a ilyen véremenő dolog legyen, hanem hogy igenis a büszke tulajdonosok, azok a tulajdonosok, akik sok időt szenteltek az autójuknak, energiát, meg idegeskedés, ugye az építés során azok itt ki tudjanak állítani, meg tudjanak pihenni. Én most nem akartam azt mondani, hogy így vannak velünk, de az este részét, az este fennmaradó részét töltsék velünk, tehát ez inkább erről szól. Illetve ugye az is fontos, mert például a nevezések során is úgy voltak új-új emberek, új-új autók, és így ezt szeretném, hogyha például az alfás közösségben is eleve van egy összetartó közösség, hogy ezen belül akik komolyabban gondolják hogy az autóépítést, hogy azok is össze tudjanak barátkozni. És ez egy nagyon jó rendezvény erre a dologra is. Persze, mert nagyon sok alfás van ott,
és nagyon sok információt tud megosztani egyik a másikkal, amire mondjuk az egyik már egy ideje keres megoldást, a másiknak még már rég megvan. Hát egyrészt ez a része, meg a barátság része igazából, meg a jó társaság. Egyébként most tervezünk olyat, ez egy picit kapcsolódik ehhez, hogy a programfüzetben lesz egy ilyen kitölthető lap, amiről, amin le tudod írni, vagy le tudjátok majd írni az Alfa Romeo-tokat, hogy miben különleges, mit tud, milyen motor van benne, és hogyha esetleg elkoricáltok, és valaki kíváncsi a kocsira, akkor el tudja olvasni, és esetleg fölírhatjátok majd a telefonszámot, van kérdés, akkor föl tud titeket hívni. Tehát, hogy ebben próbáljuk azokat segíteni, akiknek mondjuk az autójuk nem fog a legkiemelkedőbb helyen parkolni, és akkor ez egy ilyen plusz info lehet. Úgyhogy majd figyeljétek a programfüzetet, meg erről majd nyilván csinálunk egy kis kampányt, hogy tudjátok, hogy lesz ilyen. Így van. Na, és akkor miben lesz más? Mire számíthatnak azok, akik idén is jelentkeznek a tuning versenyre? Szigorúbbak leszünk. Szigorúbbak? A beválogatásnál is, és a zsűrizésnél is. Egyrészt szerintem sokkal többen fognak jelentkezni, mint tavaly. Ezért is kell a szigor. Egyébként igen, tehát természetesen reméljük, de van egy ilyen megérzésem. Illetve ugye a zsűrizésnél is ez akkor nagyobb szigort kíván, illetve ugye mi is természetesen most nem áruljuk el, de szeretnénk készülni bizonyos meglepetésekkel, mint játék, mint díjak, ilyen tekintetben, illetve ugye a szokásos, tehát a tuning kiállítás egy része, amit ugye mi levezényelünk, illetve az esti buli mindkét nap, ami igazából a mi feladatunk és dolgunk. Tavaly belefutottunk abban, amit idén semmiféleképpen sem szeretnénk, hogy nagyon sok szép autó volt kint, de erről már beszéltünk az előbb, és tök jó volna, hogyha a tulajok elérhetőek lennének a helyszínen, hogy tudjunk beszélgetni. Voltak tavaly is olyan autók, és idén is elmények. Nagyon szerettünk volna amikor olyan autó tulajdonosával beszélni, igen, ki ott állított. De tényleg úgy, hogy a nézők, akik épp arra járnak, az a 10-20-100-200 ember, aki éppen ott volt, az hallja, hogy arra az autóról van szó, adott esetben oda kérdezhessen. Jó, mondjuk azt nem várjuk el, hogy ott álljon az autó mellett, mert azon a pályán így napsütésben 75 fok volt legalább, úgyhogy igen, az mondjuk erős volt, de ez teljesen jó, ugye a telefonszám, így van, az már sokat segít, illetve hát sok olyan jelentkező lesz, aki tavaly is volt, kicsit közelebb is kerültünk egymáshoz, úgyhogy biztos, hogy könnyebb lesz ez a része idén. Elég kevés csajkiállító van, úgyhogy a lányok is húzzanak bele akkor. Hajrá, így van. Valamit meg akartam kérdezni, de most lehet, hogy én leszek bajban és elfelejtettem. Na. Ja igen, maga a helyszín, ugye ez tavaly egy ilyen hirtelen ötlet volt, hogy legyen a focipályán, de így a fotókat visszanézve szerintem zseniális ötlet volt, nem? Hogy hát, jól mutatott. Igen, meg most őszintén, hát igen, tehát előtte úgy mi voltunk ott a füves részen, tehát igen, jobb volt. Kicsit külön voltunk, de nagyon sok ember jött arra, és nézték meg, hát egyértelmű, ez így maradhat is, csak ugye félő az, hogy igen, lehet, hogy kicsi lesz. Ezért is backstage, hogy lássátok, hogy még nincsen minden eldöntve, tehát például az a nagy kérdés, hogy az a cél, hogy beférjünk, vagy beférjetek arra a területre, vagy valahol bővítsünk. Csak akkor abból megint az jön, ami igen, általában szokott, hogy én miért oda kerültem, ön miért oda került, tehát hogy közösen meg kell fontolnunk. Igen, így van. Tehát azért ott összességében azért volt hely, meglátjuk ugye a jelentkezők számától tesszük szerintem ezt függővé, illetve nem tudom, hogy milyen lehetőségek lesznek. Tehát az is nagyon fontos. Mielőtt elkezdtük ezt a live-ot, beszélgettünk egy kicsit, és akkor mondtátok, és lehet, hogy ezzel is egy pici ilyen titkot árulok el, hogy terveztek videót csinálni a gorillásokkal, ugye? A gerillásokkal. Gorillát mondtam? Igen, gerilla gorilla. Jó is, hogy megemlítésre került, mert ugye mostanában hát alakítottunk egy csapatot, plusz csapatot, vagy hozzácsatolódott, de ez különálló csapat. Úgy megnyitottunk. Úgy, így van, így ezt van. Ezt tudnám mondani. Ez a gerilla garázs, ahol videóanyagokat készítünk és osztunk meg a... Majd kitesszük a linket. Köszönjük. A autófanatikusokkal, ahol szintén ugye azt szeretnénk képviselni, a minőségi tuningot, a biztonságos autókat, minőségi találkozókat, és hogyha van bizonyos kiállítás, illetve verseny, a kiemelkedő zsűrizést. Ja, értem, jó, oké, leesett, hogy mit akarsz kihozni, hirtelen nem tudtam a szemedbe kinézni. Hát most a Leo szavait próbáltam tolmácsolni, mert ő most nincs itt, csak mi. Úgyhogy több
több tagunk van, mint aki mondjuk itt most megjelent. Jelentősen, persze. Így van. Egyértelmű. Annyi, hogy igen, a Gerilla Garázsról egy olyan réteget próbálunk megfogni, meg egy olyan dologra próbálunk rámutatni, ami kicsiket ellen megy azzal a manapság elfogadott vagy elterjedt dologgal, hogy egymás hegyén hátán vannak a találkozók, a mindenféle, mindenhol találkozó. Nem akartam direkt mondani, de igen, tehát ahol a falunak van, ott tuning találkozó van. Ezzel nincsen semmi baj, mert megérkezik 300 autó, és a 300 autóból lesz tényleg 10-20-30, ami tök jó. Tehát tényleg belefutottunk olyan autókba vidéken, annó, mikor még mi is nagyon sok helyre tudtunk lejutni, hogy meglepődtünk, hogy ilyen van, és mi nem láttuk még sehol. Viszont, és senki nem vegye sértésnek, amikor bejön a akármilyen valami, és van rá felcsavarozva egy Fast and Furious szárny, ami abszolút nem passzol bele is lemezfelni, tehát így, és ne aluxalva, lefújva a lökhárító, mert éppen az volt kéznél, azt ne nevezzük tuningnak. Tehát itt jön az a része, hogy a mennyiség elviszi a minőséget. Aha. Na most mi pont abban az irányba szeretnénk elvinni a magyar tuning társadalmat, a Gerilla Garázzsal, hogy is, persze, hogy nem az a lényeg, hogy egy találkozón legyen kint 600 autó, hanem legyen kint 100 olyan, amiért bejön az ember, és úristen. Mert akkor azt tudják mondani, és ugye ez fontos szempont volt szerintem mindenhol ugye ebben a közösségben, hogy ez a külföldi mintára, a külföldi viszonylatban is megállja a helyét egy-egy találkozó. Minden tekintetben a kiállított autók, a szervezés, a helyszín, az utána lévő videó, illetve fotóanyagok. Ez nagyon fontos, és ebben mi fejlődést láttunk, ezért is fogtunk bele ebbe a dologba. Ugyan mi is még csak amatőrök vagyunk, lehet, hogy maradunk is azok, de mindenféleképpen minőségi tartalommal szeretnénk ezt a Gerilla Garázs videót is, adásokat megtölteni igazából. És ugye az Alpha City szervezőivel is szeretnénk készíteni egy videót ezzel kapcsolatosan, mégpedig azt, ami arról fog szólni, hogy egy ilyen nagy volumenű rendezvényt milyen megszervezni, mennyi munkát jelent, és ebből ugye maguk a résztvevők is tanulhatnak, és kicsit a dolgok mögé láthatnak, hogy mennyi munka, idő van ezek a dolgok mögött. Igen, ez általában nem szokott úgymond átmenni. Azt látják, hogy ott van készen, és olajozott, stb. És ha most csak rólatok beszélünk, és láttam, hogy tavaly mennyit dolgoztatok, és most még bevállaljátok pluszba a videózást, azért az úgy tényleg elképzelhetetlen, hogy mikor lesz erre időtök, meg mekkora... Meg hát ugye azt ne felejtsük el, mondjuk, ugye mi ezt azért szórakozásnak is tartjuk. Persze, tartunk. Így van. Tehát egyértelmű, van. És mondjuk pont ez a legnehezebb része, hogy de dolgozni is kell, csinálni is kell a dolgot. Így egy kicsit, de szórakozni is szeretnénk, meg ez alatt a három nap alatt, meg amire emlékszünk, az alatt kikapcsolódni is egy kicsit. Úgyhogy igen, ez nehéz, ez a része, tudom, tehát jól szét kell osztani a feladatokat. Igen, és ezért jó, hogy az a rész, tehát egyszerűen len vagyunk, mint Fanatics. Csináljuk az autós részépségversenyt, a tuning részt, adott esetben csinálunk zenét, napközben is szól a zene ott a tuning részem. Tök jól el vagyunk, viszont a Fanatics csapatnak nem minden tagja a Gerilla Garázsnak, és az visszafele sem igaz. Ergo, a Gerilla Garázsnak vannak olyan tagjai, akik segítenek nekünk, és nem fognak részt venni adott esetben a mindenben az Alpha City-n, viszont ők tudnak elmenni kamerázni, segítenek nekünk, interjúztatni, tehát ez egy valami nagy csapatmunka tulajdonképpen, és mindenki kell hozzá, hogy ez működjön, de bizonyos része tud önműködően is menni, anélkül, hogy akár Roli, hogy én ott kell, hogy legyünk. Mert vannak olyan dolgok, amikhez adott esetben nem én értek a legjobban, vagy nem ő, vagy valaki más sokkal jobban csinálja, amit csinálni kell. Tehát... Így van, és sok egyéb más alfás segítőnk is van, akik ugye a csapatba tartoznak, és függetlenül mindentől segítenek nekünk. Most így név szerint nehéz lenne felsorolni, de rengetegen vannak, és köszönjük nekik tavaly is,
a tavalyi segítséget, illetve az ideit is, bocs. És egyébként, ha már előbb mondtad, hogy találkozókra jártok, most hétvégén, aki találkozni szeretne veletek, az ugye az Oldtimer Expo megteheti. Oldtimer Show. Igen. Vasúttörténeti park, Angyalföld valóban, és meglepő módon az Oldtimerek között is egy tuning részleget képviselünk, és oda szedtünk össze néhány autót. Ez mennyi ez a néhány? Megosztjuk egy kicsit, mert három napos történetről beszélünk. Átlagosan 40-50 autóról beszélünk igazából, amit meg lehet tekinteni. Igen, színvonalas. Lesz olyan, aki három napig kint lesz, tehát fix kiállítóként, és nagyon-nagyon egy nem. Máshogy fogalmazom, egy jó része a csapatnak pedig napi váltásban van. Tehát van, aki csak szombaton jön, van, aki csak vasárnap jön. Tehát ez köszönhető annak, hogy van más rendezvény is sajnos a hétvégén. Más amit 10. Szerettünk volna elkerülni, de a véletlen pont úgy hozta, hogy mi eltoltunk egy héttel az egész rendezvényt. De erről beszéltünk, hogy konkrétan a szezon kezdetétől minden hétvégén van. Egymás egyén hátán. De konkrétan más autós rendezvénye van egy időben? Egészen konkrétan. Na most ne soroljunk föl inkább. Nem sorolom fel, én tudok még hármat hozzátenni. Jó, tehát a lényeg, hogy a vasút történeti parkba menjetek, hogyha alfákat akartok látni. Így van. Egy családias, elég látogatott rendezvényről van szó. Mindenféleképpen megéri eljönni, akár családdal is, mert nagyon családbarát rendezvényről van szó, és tényleg van mit nézni. Bőven 30.000 méter. Alfások közül még mindig várunk. Ezt akartam kérdezni, hogy lehet még jelentkezni? Igen, alfások közül viszonylag kevesen jelentkeztek, ami meglepő, de talán azért inkább, mert lehetséges, hogy más programjuk van, illetve kicsit messzebb vannak Pesttől, de ettől függetlenül szeretnénk, ha még jelentkeznétek, még bőven megtehetitek. Rád Zoli kérdezi, hogy mikor lehet jelentkezni az Alpha City Tuning versenyre vagy kiállításra. Igen. Szerintem a héten beizítjük az e-mail címet újra, és akkor lehet szépen jelentkezni. Annyi van, hogy természetesen azért nekünk a beválogatás egy kis idő, úgyhogy választ azt majd egy kicsit később kaptok. Legyetek türelmesek, mindenkinek fogunk válaszolni. Szerintem azt megígérhetjük, hogy a héten minden ezzel kapcsolatos információt meg fogunk osztani a Facebookon. Határidővel, azzal kapcsolatos határidővel, hogy meddig kaptok választ, és így a további részletekkel. A tájékoztatást meg ugye e-mailben, meg mindenfajta csatornán ugyanúgy eljuttatjuk hozzátok. Oké, így lassan közeledünk a végéhez, de azért még pár vicces kommentet mindenképpen keresnék. Az mi volt az a hosszú? Az a hosszú, a hosszú az pont nem vicces, de azt is mindjárt felolvasom. Szép az új pulcsid, Máté. Valaki rosszul írta az Alfa Romeo-t, de azt nem láttam. Egyébként múltkori live-ban észrevettük Teddyvel, hogy nagyon sok kommentet csak utólag jelenített meg nekünk a Facebook, úgyhogy ezzel kapcsolatban azt tudjuk megígérni, hogy este mind a hárman még át fogjuk nézni a kommenteket, és válaszolunk akkor ott a kommentek között. És akkor van itt egy jó hosszú. Már egy mezei Lourdes-ra is alig lehet kimenni, mert időnként kitéve 10 gyári plusz 25 év nyomait viselő Kozza, Knight Rider fényel az elején, meg egy hiányzó kipuff dobban, és élvezi, hogy ő most tuning talin van, vereti az autóját, bezenéli a komplett parkolót a gyári papírhangszorokkal, meg a somogyi fejegységekkel, és beszélgetni nem lehet, mert időnként ki vagyunk dobva ezek miatt a gyökerek miatt. A falunapos guruló viccek kiszabadultak, és jönnek mindenhova. Hát igen, ez az, amiről beszélgettünk az egész adásban. Teljesen jól megfogtad a lényegét, és azt, amitől az egész tuning része és a tuning társadalom elmegy egy ilyen bagatell baromságba, tehát, és amit kiemelt, és nekem nagyon-nagyon tetszik, az a parkolóban ültetem a zenét, meg tiltatom az 1.6-ost, meg füstöltetem a dízelt a zárt parkolóban. És egyébként meg ez azért rossz, mert az átlagember sokkal többször szembesül ilyennel, és akkor azt mondja, hogy át ezek a tuningosok, persze, és akkor le vagy és írva. És egy kalap alá veszi azt. Igen. Tehát amit írtál te is. Meg a rendőrök is azt gondolom, hogy valahol innen indul ez az egész üldöztetés. Akár. És. Csak nézzük azt, hogy tulajdonképpen az egész társaság, ez a tuningos társaság, ez az arénából, ahogy van, ki lett tiltva. Uh-huh. És nem miattunk, akik lementünk péntekenként, és megálltunk a kocsi mellett, kajálni. És beszélgettünk, felmentünk kajálni, lejöttünk, beszélgettünk, és még haza is úgy mentünk, hogy alapjáraton gurultunk. Nem, a sok barom miatt, aki neki állt gyorsulni a mély garázsban. Van valami baj? Meg kormolni. Tehát teljesen nem. Indokolatlan. Tehát találkozok egy részét is, ezért rühellem. Ettől függetlenül van, aki van olyan
ember is igazából, akinek mondjuk nem olyan szintű az autója, ettől függetlenül tud normálisan viselkedni. Tehát... Ez olyan, mint amikor Kaposvullakon direkt megkérünk mindenkit, hogy csak a betonon gyorsuljanak, és aztán bemennek a fűbe pörögni. És megvan a következő. Elütik a leszálló fényeket a szélén, aztán ilyen nem is azt nem értem, hogy ő miért nincsen... Tehát először is az ilyenek miért van olyan kocsia, amilyen kocsia van, és miért hozt ilyent arra a társadalomra, amiben ő részt vehet. Ez most ilyen nagyon hülyén hangzik lehet, és túlságosan fellengzős szöveg, de... kár én... egyébként tovább vinni, mert igazából itt arról van szó, beszélni, hogy igen, ilyen ember és kész. Tehát nem vagyunk egyformák, ezt nekünk is valamilyen formában el kell fogadni, nem kell... Tehát ez így egy kicsit nehéz ügy, ennek ez számtalan témában ugye ez a... nem csak a tuning autósnál, ez mindenben így van. Okay. Úgyhogy ez igazából ebből a szempontból... Igazából egyébként Alfából láttatok már ilyet, ami ez a nagyon-nagyon úgymond falusi diszkos tuning? Hogy fú, én most ebben nem, én ebben nem most ezt most nem. Na, de akkor van ilyen. Nem, igazság szerint mostanában egy kevés időm van a munka miatt, de néha felszabadulok így a Facebookra, és akkor látom így dolgokat, hogy kifestettük a gumit, és akkor az milyen szép, meg jó. Hát nem, se nem szép, se nem jó. Szerintem legalábbis, és akkor... Nekem is volt kifestve a gumim. Aztán felnőttem. 90-ben. Nem is ez, csak hát, na, mindegy, ez egy kényes pont, és akkor bevallom őszintén, én megszoktam, tehát általában, hogyha úgy van, akkor ráérek, akkor leírom a véleményem. Mindenki örül. De most az igazság, hogyha valaki ezt egyébként, ezt is tisztába tehetnék, igazából, hogyha valaki felrak egy fényképet Facebookra, akkor az vállalja a hideget is, meg a meleget is. Ez igen. Tehát... Sajnos ez olyan, mint a politikai viták. De mindig hozzáírják azt, hogy ha nem tetszik, görges tovább. És igen. Most más sem, hogy kimásolom, és beírom ugyanazt. Mert basszus, tehát... Persze, tehát felhasz valami... Én úgy gondolom, hogy kultúrált módon írom azt nagyrészt, hogy az nem ízléses, nem szép. Amit a legtöbben egyből beleállásnak vesznek, és de egyértelmű, igen, szerintem nekem is írtak már olyat, ami sértő volt. Persze, de... És nagyon akarok, visszatudtam volna ráírni, de minek is? Igen, a Facebook mögött, meg általában az internetes kommunikációban mindenki egy kicsit keményebb, meg bátrabb. És hogyha hogy utána inkább... ugyanazt a dolgot úgy beszélnénk meg, hogy leülünk hárman négyen, az a csapat, aki ott egymást elkézi, valószínűleg egész más lenne a hangulata. Ez teljes mértékben így van egyébként. És igazából ezt kéne valahol megtanulni, és azért is mondtam a politikai vitákat, mert ugyanilyen így általában, mint amikor valaki fölteszi az alfáját. Az ember a barátnőivel össze tud veszni Facebookon meg Viberen, mert ugyan ismeri, de mégis nincs hangsúly. Tehát igen, ez egy nehéz. De ezt kell mondanom, hogy ez meg is ugyanolyan. Ha nézitek, akkor abban egyetértetünk, hogyha föltesztek egy képet egy alfás csoportba, akkor ezt valószínűleg azért teszitek föl, hogy véleményt mondjanak róla az emberek, és ha véleményt mondanak, ott lehet majd hideg is, tehát hogy nem csak az jön majd, hogy like, hanem van, akinek nem tetszik, és akkor azt hiszem, mindenki megélte már. Persze. Hideget is, meleget is, én is kaptam még autóra, teljesen mindegy, mire nem feltétlenül esett jól, de igazság szerint én úgy voltam, hát sokat mondták, hát passzus, akkor csak van valami alapja, akkor lehet, hogy bennem van a hiba. És már ez egy pozitív dolog, hogy elgondolkodtam ezen a dolgon. És szerintem, aki normálisan írja le a véleményét, az pont ezt szeretné igazából, hogy egy kicsit gondolkodjon. Igen, az, hogy ez szar, ez nem vélemény, hanem ez egy odaböfögés. Ez szerintem nem jó, mert, és felsorolod, hogy miért, az egy vélemény. Tehát most konkrét példát hozzak fel, kifestett gumi. Azért nem jó, valószínűleg, az adott autóra, mert az adott autónak nem ez a stílusa. Mert AMT-son is volt ki olyan autó, aminek ki volt festve a gumia, de az úgy nézett ki az egész autó. Meg az nem gumifestés volt, de most az lényegtelen, de... Volt gumifestés is, meg volt olyan, aminek olyan volt a gumia, hogy fele lehetett letenni a gumit. De egyébként ez szintén megint az, hogy mit látsz fent ugye a neten is, hogy látod azokat az autókat, meg mit tudom, a rakétbán le van ültetve, minden, meg versenyautó, meg stb. Neki van festve a gumia. Én is kifestem, de az nem az. Nem abba kell kezdeni. De így van. Igen. Most igen, tehát én is nem akartam például azt, hogy mit tudom, inkább cseréltél volna olajat, mert
De igen, egyébként. Ki tudja, tehát... lehet, hogy egyébként friss olajcsere volt az autóban, tehát nem kell sem, ne jöttünk be, bárki magára vegye a dolgot, de igen. Jó, megint, mint mondtam, én erre azt mondom, hogy ízlések és pofonok, engem nem zavar a dolog igazából, csak hogyha úgy van, akkor az ember, hogyha kulturáltan véleményt nyilvánít, azzal nem lehet gond. Így van. Ez egy jó kis záró gondolat is lehetne. Piros hátsó dob a kedvencem, széles zene, hangos gumi. Igen, igen. Ez jó. Jó levegős felnivel. Igen, hát ezek már itt konkrétan nektek szólnak, nem a nagy közönségnek. Szerintem most értünk a végére. Remélem, hogy nem szorult belétek semmi, és... Bármelyik témát tudtunk valami órákon. Abban biztos vagyok, és voltak is itt kérdések a számon, hogy még megkérdezem, aztán rájöttem, hogy ezt megkérdezem, akkor itt fogunk ülni éjfélig, és veszítjük folyamatosan a nézőket. De tényleg azt tudom mondani, hogy ha nem kaptatok választ valamire, akkor írjatok külön, illetve mi is végig fogjuk még egyszer majd nézni az összes kommentet, és akkor megválaszoljuk. Úgyhogy... Ha tudjuk. Meg az még volt egy olyan kérdés, hogy ez mikor kerül fel a YouTube-ra. Terjeszt itt a Facebookon most bármikor vissza tudjátok majd nézni, de... Igen, miután vége lesz. Kell. Miután vége lesz, de a hétvégén tudja, hogy felkerül a YouTube-ra is. Ott is tudtok majd kommentelni, iratkozzatok fel a csatornánkra. És már csak azért is, mert ezzel feliratkozánál lesz egy elég komoly díjunk, ezt már korábban bemutattuk Tedivel. Úgyhogy várjuk a kommenteket, várjuk az ötleteket, hogy kit hívjunk meg legközelebb. És két hét múlva újra itt backstage. Köszönöm, hogy eljöttetek, srácok. Köszönjük szépen. Sziasztok. Sziasztok. Szerbusztok.